Sziasztok, itt újra ezt után. Már igen, nem mondtam vicceket, itt az idő mondani egyet. Vagy 26. Jó, akkor kezdjük is. Kérjük egy I Wanna Be The Bashi vicce. Az I Wanna Be The Bashi-ban várható megjelenik mindig az E-Ray Spider, vagyis a füles süketítőpók. Hogy lehet őt gúnyosan nevezni? Trollantula. Érted, egy troll plusz tarantula. A fiúknak nem szabad bevenniük a lány WC-be, de Móriczka be akar jutni vagy a lány WC-be. Hogyan érni? El, hogy bejusson, de... Anígy, hogy a lányok kidobnák. Felvesz egy vörös hajú parókát, kivesti a szempilláját és kirúzsozza a száját. És úgy megy be. Most próbálj még ugyanaz, de egészen másképpen. Ugye egy Zoltán nevű fiú akar bejutni a lány WC-be, és ugye azt a taktikát veti be. Ugye, vörös hajú paróka, kifestett szempilla és rúzs. És egy valaki, egy lány észreveszi őt, és nem ismeri. Megkérdezi őt, hogy hívják. Tudjátok, mit válaszol ez Zoltán? Zoltána! Most olyan, de céges kérdések következnek. Mit jelent a KFT? Korlátlan felelősségű társaság. Hol lehet lottószervényt szerezni? A szerencsejáték BT-n. Mit jelent a KKT? Közvetett keresleti társaság. És végül mit jelent a ZRT? Zárt részvételi társaság. Oké, ezt most folytassuk egy Outlast 2-es vicce. Aki végigvitte az Outlast 2-t, az tudja, mire fogok gondolni. Most arról a pillanatról fogok beszélni, hogy amikor, hogyha kinyitod az ajtót, amiben egy WC-kajdló van, abból kifolyik egy vörös víz. Hogy lehet ezt viccesen mondani? Kifolyott a vér, pisa! Azt is mondhatnám, hogy vérló húgy, de akkor vértubó szvegét lopnám el. Mit mond az osztálytársad, mielőtt lehúzza a sapkádat? Amerikában sötét van! Most folytassuk egy érdekes vicce, amit biztosan nem fogtok érteni. De figyelmeztetés, hogyha ilyet kipróbáltok mondani egy veterán játékosnak, akkor az a veterán játékos kinevet és meg is érdemled. Mi a legviccesebb dolog, amit lehet az I Wanna Kill The Camilla 3-ról mondani? Hogy az 5 éves fiam megnyeri. Megmondom én, hogy ez miért vicces. Azért, mert az I Wanna Kill The Camilla 3 a világ legnehezebb rage game-je. Lehetetlen, hogy egy 15 éve aluli megnyerje. Mert nincs hozzá se arcképessége, se intelligenciája hozzá. Hát és ehhez legalább 200 ezer halált lehet halni. És kizárt, hogy egy kicsik is meg tudná ezt tenni. Ezt azért is mondtam el, mert kaptam egy vicces kritikát a YouTube-on. Valaki olyan röhes kritikát mondott, hogy az 5 éves unokatestvérem lever. Erre megjegyzésben nagyon kinevettem őt így. Egy 5 éves megnyerni az I Wanna Be The Bashit, röhög a mag belem. Még hogy egy 10 éve aludj leverne engem. Aki azt hiszi, hogy egy 10 éve aludj leverhet engem játékban, az biztos, hogy bolond. Mert semmi, se intelligencia, se harcképesség az újakban. Tehát aki 10 éve,
Tehát ha egy 10 éven aluli azt mondja, hogy majd lever engem, hát azt kinevetem. De ha 15 éven aluli ezt fogja mondani, annak egy válaszom van. És ezt idézem. Ha nincs bizonyítékod, nincs semmit. És hogyan lehet ezt bizonyítani, hogy jobb vagy nálam? Túl kell szállnod a legcsodálatosabb teljesítményeimet, amit beírtam a weboldalra, meg az életrajzba is. De az Ivan with the Bashi, az benne van a legcsodálatosabb teljesítményeim között. De ha Ivan kill the Camilla 2-t nyered meg, akkor túl szállnod a teljesítményet, mert azt én még nem nyertem meg. Úgyhogy ez a fontos megjegyzés. Bárki, aki azt mondja, hogy 10 aluli gyereke meg le fog verni engem, azt kinevetem. Jó, folytassuk tovább. Hogy hívják a görög pszichológust? Pszichológus. Értitek? Psi. És most tudok még egy ilyet. Hogy hívják a görög filozófust? Filozófus. Értitek? Fi. Hogy lehet gúnyosan nevezni a késelőt? Szurka piszka. Két rab a börtönben. Az egyik egy teherautóba száll be, hogy aztán kivihesse a börtönből. De úgy, hogy a szállítmányok bambújik el. A másikra pedig nem bízik abban a rabban, és elbújik egy üres szobába. Melyik kerül ki ebből győztesen? Az, aki az autóba menekül. Ugyanis a másik rab, aki a szobában bújt el, az egy volt, aki egy üres cellában bújt el. Tehát a börtönőrnek nem kell más csinálni, csak bezárni azt a cellát. Móriczkának nagyon folyik az orra, és megkérdezi a testvérét, mit tegyen ez esetben. A testvére azt válaszolja, fordulj orvoshoz! Értitek? Orr! Hogy hívják az elcseszett karnevált? Szarnevál! Megkérdezed egy idiótától, mi a telefonszámot. Az idióta erre azt válaszolja. O9, O5, O3, O6, O2. Most egy Five Nights at Freddy's viccel folytassuk. Van ott négyféle állatrobot. Foxy, Chica, Bonnie és Freddy. Melyikük a legostobább állatrobot? Freddy, mert nem tudja megkülönböztetni az Alfredit saját magától. Aki nem érteni, elmagyarázom. Foxy mondja, ő az éjjel jön. Freddy pedig azt mondja, szerintem az Freddy. Ilyen buta állatrobotot. Valakinek nem tetszik a ruhát? Hogy lehet legjövésebben védekezni ez esetben? Ha nem tetszik, csókold meg a szőrös popóvat. Most pedig folytassuk ezt egy Toho Project-es vicce. A Toho 7-ből a második boss Chen a macskalány. Hogy lehet Chen-t a macskalányt megijeszteni? Ha oda lapakodsz és a fülébe. És a fülébe ugatsz. Igen. Va-v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 a! És attól a macskalány megijed. Jó, most folytassuk egy Coco viccet. Coco, ki az? MZ per X. Jó, kaptam egy kritikát és a viccébe kapcsolatban mennyire nem tetszik néhányaknak. Üzenek nekik akkor valamit. Ha nem tetszik, akkor közöljétek velem, hogy mondjak lopottat. Ezért nem mondtam lopottat, mert panaszkodnának emiatt, hogy nem tudok viccet mondani akkor, hogyha lopottat mondok.
Úgyhogy üzenjétek meg, ha azt akarjátok, hogy lobottat mondjuk legközelebb is. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, csomatok egy lájkot. És nem elfelejteni. Ha a lobot kell... A lopott viccre van szükség, csak szóljatok, és akkor majd megmásítom valahogy azt a lopott viccet. Úgyhogy búcsúzom mára. Szevasztok!